Maria hónapokig reménykedett benne, hogy gyermeke született. Bár még találkozásuk előtt kapott róla egy jelet, mégsem tudott megfogadni. De hitte, hogy Isten megadja. Mindig vártuk a következő hónapot, és kértük újra, hogy az ő akarata legyen meg, és adjon nekünk egy másik gyermeket. Mikor a hónapok évekbe fordultak, csalódottá váltak. Mikor lesz már meg az ő ideje? A férjem sokat segített. Együtt imádkozott velem, mert hitte, hogy ahol ketten kérnek az ő nevében, ő ott van, és meghallgat. Isten meghallgatja a kérésünket. Végül Mária konzultált egy orvossal. Azt mondta, hogy egy nőgyógyászati betegségem van, illetve egy ciszta a petefészkemben, és hogy nagyon nehéz lesz még egyszer teherbe esnem. Nem voltam dühös, mert tudtam, hogy amit Isten megígér, az teljesíti, és hogy neki nincsenek korlátai. Ezért éreztem belül, hogy lesz gyermekem. Egyszer már megmentett az életem, ezért tudtam, hogy meg lesz. Rendszerint kapott bátorítást a 700-as klubból. Egy reggel, mikor Gordon és Terry imádkoztak, csatlakozott hozzájuk. Letérdeltem, és kértem Istent, hogy kérlek, kérlek. Becsuktam a szememet, és csak hallgattam őket. Akkor Terry elkezdte mondani, hogy van még valaki, Máriának hívják. Pontosan ezt mondta. Van valaki, akit Máriának hívnak, latin származású. Én erre igen, az vagyok. Majd Terry folytatta. Régóta imádkozik valamiért, és úgy érzi, Isten nem akar rá válaszolni. A mai nap az önnapja. Isten nem felejtette el kérését, hanem erre a pillanatra várt, és meg fog dicsőülni. Nem tudom szavakkal leírni, milyen érzés volt. Nagyon boldog voltam. Felvettem ezt a részt, és lejátszottam a családomnak. Következő hónapban csináltam egy terhességi tesztet, és vártam a fürdőszobában. Mikor megláttam a pluszjelet, azt mondtam, köszönöm Istenem! Sarah 2012. szeptember 8-án született, most 3 éves. Nagyon hálásak vagyunk Sarahért. Azt szeretném, hogy Isten dicsőségére éljem. Ha a múltban imádkozott csodáért, tegye továbbra is, ne adja fel. Mert a maga idejében Isten válaszolni fog rá. Ne adja fel, kérjem, és kapni fog, mert ő hűséges.